2021-ben indította el foglalkozásait, majd tavaly megszervezte első versenyét, az MCC Vita Akadémia, amit idén is megtartottak. A kezdeményezés azért indult el, hogy a Matthias Corvinus Kollégium képzéseiben résztvevő diákok olyan érvrendszert és beszédtechnikát sajátítsanak el, melyet a versenyen túl a hétköznapokban is tudnak hasznosítani. Németh Tamás idén kezdett el foglalkozni a vitakészsége fejlesztésével, csapata is az ő fejlődését mi sem bizonyítja jobban, hogy a regionális versenyből az utolsó forduló előtt tovább jutottak az országos megmérettetésre. A csapatunkból mindenki most először versenyzett, de sikerült fejlődni, igazából elég dinamikus a csapatunk szerencsére, úgyhogy folyamatosan a következő versenyeket már megnyertük. A célom igazából az, hogy rendesen tudjam, érveket tudjak rendszerezni, és összefüggően tudjak beszélni. Tehát ez nem volt így, most is fejlődőben van a dolog, és reményeim szerint ez jobb lesz. A versenyző elmondta, mivel közélettel szeretne a későbbiekben foglalkozni, nagyon örül, hogy lehetősége van a retorikai képességei tréningezésére. Barbaris Péter, a Vita Akadémia igazgatója örömét fejezte ki, hogy az egész Kárpát-medencében nagy érdeklődés fogadta a versenyt, és mint mondta, reméli, hogy a képzéseknek köszönhetően kialakul országos szinten is egy jobb vitakultúra. Azt gondoljuk, hogy egy jó párbeszéd kialakulásához, vagy egy vita kialakulásához fontos az, hogy az emberek tudjanak érvelni, ugye ne csak dobálózzanak a szavakkal, hanem legyenek érvek, legyenek cáfolatok, amik érdemben tudnak egymással ütközni. És egy ilyen vitaverseny, még hogyha ilyen olyan szituáció is van, mert nem biztos, hogy éppen egyetért az adott személy az egy-egy témával, csak osztott szerepek vannak, és mondjuk mellette kell érvelnie. Ez olyan készségeket segít, amit a későbbiekben azért föl tud használni. A regionális fordulóból a 4 legjobban teljesítő csapat jut be az országos döntőbe, melyet március első hétvégén rendeznek meg.